Oh, hello! Ajajaj! Leköptek minket valami halucinogén mókával, és már megint elveszik a kameránkat. Miért szeretik ezek ennyire elvenni a kameránkat? Mi a fenét csinálnak ők vele, amit mi nem? Technológia... Oh, egy kamera! Mi folyik itt? Jön a gyermekünk, azt mondja? Jön az ő Krisztusuk, amit megérdemelnek? Te jó ég, ott van Lynn, és itt ezek a jó pofa emberek itt. Itt jól szórakoznak? Ajaj. Valaki elkapott ám minket. Oh, ez Val. Oh, Val. Val élvezetet akar, élvezetes dolgokat akar minket meg, velünk megosztani, és hála Istennek, hogy legalább Jessica-ra váltottunk. Oh. Egy kicsit úgy néz ki, mint Val, amúgy Jessica. Oké, a valóságban valószínűleg besétáltunk egy gyönyörű szép gruppenszexbe, és Val lehet, hogy éppen rajtunk lovagol. Miközben mi ezt látjuk, a feleségünk pedig fel van valóvá kötözve, és ott szenved. Szuper. Na, időközben megint képzelődünk, ugyebár is Jessica lebirkózott minket itt a szertárban. Konyha szertárban? Bármi is ez? Ide mocskos ez a konyha, azt a mindenit. Szóval, tanítási idő után mi itt hancúrozunk a konyhaszertárban? Ez egy katolikus iskolában biztos megengedett. Oké. Okay. Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Nem egészen tudom, hogy ezek a fiatalok most pontosan miről beszélnek. Hát Jessica igazából, neki tetszett Blake, tehát szerelmes volt a főhősünkbe, de Blake eredetileg Lynn-nel jött össze. Közben azt kérdezi Jessica, hogy a szüleink otthon vannak-e, és hogy átjöhet-e. Blake pedig azt mondja, oh persze, de miért? Jessica pedig, hát nem mondja meg, hanem nem tudja, női praktika. Oh! What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilch. Father Loudermilchnek hívják ezt a kedves fazont. You were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Igen, Jessica megijedt a tanártól, és azt akarja, hogy vele maradjunk. A tanár azt mondja, hogy még nem vagy bajban, Blake. És tudni akarja, hogy mit csináltunk itt, hogy rosszalkodtunk-e, és hogy fel kell-e hívni emiatt a szüleinket. És megint fel kell-e hívni a Jessica édesapját. Jessica nagyon fél ettől. Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Azt mondja az atya, hogy Jessica tegye jóvá ezt a dolgot azzal, hogy imádkozzanak. De minket hazaküld. És azt kérdezi, hogy megzavart a kettőnk között valamit. Blake azt mondja, hogy nem olyan volt. És azt mondja, hogy a szégyen egy ajándék Istentől, hogy megkülönböztessük a jó meg a rossz dolgokat, és amit Blake akar, az nagyon rossz. Menjünk haza és imádkozzunk, Jessica azt akarja, hogy maradjunk itt, mert ez így már kezd nagyon fura lenni, de mivel gyerekek vagyunk, nem értjük, hogy mi van.
Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Azt mondja, sétáljunk el, de bebassza mögöttünk az ajtót. Visszamenni nem tudunk. Szóval annyit tudunk csak csinálni, hogy elindulunk. Igen, és megtörténik az, aminek meg kell ilyenkor történnie. Hát, az, hogyha elkezdte bántalmazni Jessica-t. Odaértünk, addigra már kész a baj. Oké, időközben megérkeztek a katolikusok is. És ez baj, mert bizony elkezdték agyonverni az eretnekeket. És most már kergetnek minket is. És már megint futnunk kell. Piszkosul futnunk kell lám, mert ez a bánya egyre instabilabb. Ó, oké, azt hittem előttem világít valaki, és nem tudok újra tölteni elemet, szóval... YOLO! Oké, Blake attól félek, hogy elfáradt. Igen, igen, amikor így pirosan villog a képernyő, az azt jelenti, hogy elfáradtunk. Nem tudok akkumulátort újra tölteni. Na most már tudok. Ez csak a kergetőzés részé nem tudtam újra tölteni, mert muszáj volt akkor futni. Oké, talán Lynn hangját halljuk már megint. Itt van Lynn? Ó, és tényleg nagy a focia. Jó, megtaláltuk a feleségünket, és gyorsan kihozzuk őt innen. Elég gyorsan kiértünk ám. 800 láb mérül a bányából. Wow, mi a fene az ott? Nézzük csak meg, hát eltűnt a feleségünk mellőlünk. Kijutottunk. Kihoztuk Jessica-t. Pedig Lynn-t hoztunk ki, nem Jessica-t. Ja persze, össze-vissza beszél. Tehát látomásában ugyebár visszamentünk Jessica-ért, és azt hiszi most Blake, hogy kihoztuk őt valójában. És hogyha találnak egy felnőttet, akkor elmondjuk neki, hogy mi történt, és minden rendben lesz. De nem így van, hol a feleségünk, itt vagy, szuper. Igen, Blake-nek sajnos az agyára ment a dolog egy picikét. Hallottam ám olyanokat, hogy a játék elvileg 8 hónap leforgása alatt történik, amíg Blake el van itt veszve ezen a helyen. És ez magyarázná meg azt, hogy nem Jessica-nak, hanem Lynn-nek ekkorára nőtt a pocakja. Mert ugye mikor ide érkeztünk, akkor még semmi hasa nem volt, tehát abszolút nem volt semmi nyom, vagy semmi utalás arra, hogy egyetlen terhes lenne, és ő se akarta elmondani, hogy terhesebb vagy sem, csak annyit mondott, hogy nem akar erről beszélni. És bár a játék nem mondja el nekünk, de állítólag 8 hónapon keresztül bolyongunk itt, és keressük őt. És minden megtaláljuk, addigra már majdnem szülésre kész állapotban van szegény. Úgy néz ki, mint a nap, de ilyen piszkos lerősebb, mint a közel lenne. Hűha, oké.
Vihar is van ám, de rettenetesen. Igen, menedéket kell találnunk. Minél messzebbre kell jutnunk innen, mert ha az a baba tényleg jön, akkor... akkor mi itt nagyon nagy szórakozásodat nézünk elébe. Tényleg olyan az egész környezet, mintha a saját gyerekünk lenne az Antikrisztus, akinek a megszületését most mindjárt segítjük. Oké. Ez itt egy kapu, de nem hiszem, hogy ki tudjuk nyitni. Szinte biztos, hogy nem, bele van lakatolva, szóval hagyjuk is a fenébe. Most jött eszembe, hogy Mártát nem láttuk már egy ideje. Lehet, hogy annyira nem jó. Oké, itt van egy kis romos viskó. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus. Be careful. Oh. Fuck. Lint. You okay? Lint lejtettük véletlenül. Fáj neki a hasa. Becsapott a villám és elejtettük szegény Lint. Van itt egy ágy. Lynn azt mondja, hogy le kell feküdnie. Blake azt mondja, hogy minden rendben lesz. Hú, az így ijesztő. Ő itt van, Márta, kellett nekem megidéznem őt. Jaj, de kurva jó, és most Lynn egy terhes nővel kell rohangálnom Márta elől? Ha, te király! Lynn azt hiszi, hogy valami nincs rendben, hát ez így is igaz. Ez nagyon fáj neki, és muszáj lefeküdnie. Márta, hogy került elő csak így a semmiből? Ez a soundtrack így a háttérben közben. Oké, itt van még egy ágy, tessék. Jó, nem jó, nem jó ez az ágy, oké. Semmi gond. Persze, mert jön Márta. És ha jön Márta, akkor az ágyak annyira nem jók. Hajaj! Na szép! Essen rád valami, kérlek, úgy kiröhögnélek miatta. Miért feküdtél le? Ez Blake lefekszik. Hát ez jól jött így, köszönöm szépen. Egy keresztformájú tárgy így átszúrta őt hirtelen. Pontosan, baby, úgy, ahogy mondod. Bassza meg is, bassz meg az istenedet is. Hű, ez jól jött ki. Annyira nem szimpatizálok ezzel a főhőssel, Blake-kel, akkora egy pöcs. Itt van a terhes felesége, itt van ez a vén kurva a kibaszott csákányával, a Blake meg ennyit csinál. Itt vagyok, baszd meg, te... Ne. Ilyen állapotban egy elgürbő kanállal meg tudnám folytani ezt a nőt. Én családomat így fenyegetni. Mármint Mártát, mielőtt valaki félreérti. Oké, Lynn azt mondja, hogy egyre rosszabbul érzi magát. Igen, nagyon fura ez időjárás, mint hogy tényleg valami gáz lenne a világgal. Csodás. Akkor arra nem megyek. Jaj, gondterhesek vagyunk mi, nem csak Linda, én is. Meg most már Márta is, mert valami megvakarta a hátát. Őszintén bízom benne, hogy jó felem megyek, mert kb. Kukkot nem látok előre, hogy merre megyünk. Áó! Becsapott megint a villám. Shit! Blake! Is it a baby? Yeah, she's coming soon!
Oké. Okay. Lynn azt mondja, hogy a baba lassan jön. Ott a kápolna, szuper. Na ott kell megszülni az Antikrisztust a kápolnában. Éha. Mi folyik ott? Mi nem folyik ott igazából. Wow. Oké, okay, ezt gyorsan megnézzük. Jött a gyerek, jött a világ lángolt, a lehetetlen gyermek jön. És Blake azt mondja, hogy nem tudja mit csináljon, ez az egész nem az ő hibája. Csubi, szerintem te Mordort akartál írni, nem Mondort. Bár javíts ki, ha tévedek. Tessék? Mordor, bocsánat, én láttam rosszul ráadásul, elnézést kérek. Ajaj. Bizony, a vihar egyre rosszabb. Szóval esve is be kéne menni a kápolnába, hogy megszűjjük az egy gyermeket ki mind fölött áll. Robert, valószínűleg miéttel Blake ejtette teherbe Lynnt. Ahogy mondtam, elvileg a játék 8 hónap leforgása alatt játszódik. És addigra lehet, hogy ugyebár ilyen előre haladott állapotokba kerültünk. Na itt a kápolna! Csak ne a kifeszítő padra feküdjünk rá, kérlek. Ó, barátom, jó. Jó. Na kérlek, mondd, hogy itt is fel tudom emelni a kamerát, hogy ezt videóra vegyem. Oké, jön a baba. Jön a baba. Blake bíztatja Lynnt, hogy minden rendben lesz. De ugye ez borzasztó nagy fájdalom, amit ilyenkor egy nőnek át kell élnie. Ó, csodás. Hát azt hittem, hogy ez sokkal rosszabb lesz. És instant úgy érkezett a gyerek, hogy el volt vágva a köldögzsinór. Lynn, itt a gyerkőc. De Lynn azt mondja, hogy nincs itt semmi a kezünkben. És Lynn belehalt. Ó, ilyen gyerekkorukban Lynn meg Blake már úgy néz ki, hogy együtt voltak. Jessica-val pont arról beszélgetnek, hogy még nem is csókolóztak. És hogy Jessica megkérdezi, hogy ő most a barátnő? Vagy valami más? Jó, és itt kezdődött a szexi birkózás. Na, itt van Nott atya is. Igen, eléggé gyereknek néz ki, te már csak tudhatnád, százat megöltél, ha nem többet. Azt mondja, hogy
saját gyerekeiről tud gondoskodni, de a miénkkel szemben gyenge. A gyerek már túl erős, és meggyilkolta a paradicsomot. Oké. Okay. És hogy a vihar óta, a gyerek születés óta Isten elhallgatott. Ki lesz Istennek, hogyha mindannyiunkat elpusztít? Ki marad, akit megbüntethetne? Not megölte a saját gyerekeit, mindet, minden egyes gyereket. És annál nincsen tökéletesebb hit. És Isten mégis csendes. Öljük meg a gyereket, ha tudjuk, ezt mondja nekünk. Hogyha szeretünk bármit is ezen a világon, akkor zúzzuk össze a koponyáját a lábunk alatt. Azt tudja, hogy Isten nem hallja a holtakat, de bízik abban, hogy válaszol nekik. És most disznóvágás látunk élőben. Ennél már csak az lenne szígyen teljesebb az rész, hogyha még fingana is ibbaznél felé. Jó, Lynn azt mondja, hogy ez a gyerek itt sincs. És szegény mégis belehalt valami istentelen nagy fájdalomba. Ó, még ilyenkor is tudunk videózni, tök jó. A pap meghalt, nem kellett semmit se csinálni. És Blake azt mondja, hogy... hogy ez nem az ő hibája továbbra sem. Hát ez nagyon szomorú így. Basszus. Hű, húzzunk el innen. Az nagy vihar szanaszét szedte az egész helyet. És akkor miénk a dicsőség, hogy szépen lassan lemenjünk itt. És valami itt nagyon történik. Jaj. Kezdjük újra a felvételt. Ó, úgy néz ki, hogy itt mindenki tömegesen öngyilkos lett, mintha mérget ittak volna. És állítólag lányunk született. Nem néztem sajnos a ágyékát, amikor megszületett a gyerkőc. És Blake csak annyit mondott a felvételen, hogy igen, a gyerkőc fel fog nőni, hogy rendben lesz, és vigyázunk majd rá. Igen, mindenki mérget ivott, és mindenki megölte magát. Ó, ez egy elég szomorú. Átsétálok a holttesteiken, de hát na, valamerre mennem kell. Jött egy újabb vihar.
gonna find me. Ez vajon Linnek a hangja? I'm over here. Oké. Most megint gyerekként vagyunk itt az iskolában. Ja persze, bocsánat, a konyhába kell mennünk, igen, a szertárba. Ja nem Lynn, bocsánat, Jessica. Keverem megint a neveket. Ja, most kell Jessica-t a szertárban megtalálnunk. Aha, igen. Így van. Ne aggódjunk. Minden rendben lesz, csak beszélgetünk, meg birkózunk. És ő sose enged el minket. És ő mi se őt. Á, imádkozni jöttünk ide elsősorban. Wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Mi van? Mi van, több befejezés is? Van több befejezés ennek a csodálatos játéknak? Jól látom, sokan írjátok, hogy nem értettétek a játék végét. Hát én se annyira értem, őszinte legyek. Alexával még végeztünk egy kis kutatómunkát, még mielőtt ebbe a nagy-nagy végigjátszásba belefogtunk. És a játékban nem magyarázza el, de elvileg ezek a nagy robbanások, amiket itt láttunk a háttérben, az egy olyan rádiótoronynak a jelei voltak, amiket a Murkoff Corporation használt arra, hogy befolyásolja az emberek viselkedését és irányítsa őket, és ez az egész település, ez a templomkapu nevű település, egy általuk felépített ilyen tesztjellegű település volt, ami eredetileg sose volt igazából belakva. Csak amikor ez a Sullivan Knot elkezdte a követőit gyűjteni, akkor elvileg a hatóságok nem engedték őket, csak itt-ott-amott végezni a kis gyakorlatokat, szóval elvándoroltak szépen itt a sivatagba, és megtalálták ezt a helyet teljesen üresen, belakták szépen, megtalálták ezt a tornyot, beindították az elmélyüket, elöntötte ez a mocskos fehér zaj, mindenki izgalmas dolgokat halucinált, általában mindenki azt, aki vagy amitől a legjobban félt, és Sullivan pedig vezette ezeket az embereket az ő fura hitével. Szétszakadtak ugye három csoportra, mert az emberek betegek lettek, ilyen fura bőrbetegségük lett, őket kitoloncolták, jöttek az eretnekek, akik mindennél jobban szerették a malackodást. Habár a keresztények is, tehát ők is dugtak össze-vissza jobbra-balra, aztán mikor születtek a gyerekek, akkor Sullivan megölette őket, mert jaj Istenem, a gyerek az Antikrisztus! Na ja, és az egyik nőnek, az egyik terhes nőnek sikerült megszöknie. És ugye nyilvánosságra került, hogy mendegélt egymaga terhesen a sivatagban. És ott, ha jól emlékszem, akkor ott elhalálozott, hogy valami baja volt szegénynek. És Lynn, vagyis Blake és Lynn, akik ilyen szabadúszó riporterek, újságírók, kaptak az alkalmon, hogy ebből jó sztorit csináljanak, csak hát pont akkor aktiválódott ez a torony, amikor éppen repültek a helyszín felé, és emiatt a helikopterük meghibásodott és lezuhant, és hát benne voltunk a tetejében. És az, az igazság, hogy Lynn a játék közben sose beszél arról, hogy ő ténylegesen terhese vagy sem. De állítólag a játék leforgása az 8 hónapot ölel magába, kicsivel több mint 8 hónapot állítólag, nem? Valahol ezt olvastuk, igen.
És emiatt, ahogy Alexa is mondja, 50-50 esély van arra, hogy most Lynn tényleg terhese vagy sem, mert Blake 8 hónapon keresztül bolyong itt templomkapuban is keresi Lynnt. De ezt a játék egy büdös szóval nem mondja meg nekünk sohasem, még ilyen kis lehelletnyi kis széllel sem. Ja, igen, itt Sans Errornak a hülyesége már eléggé kezd epikus méreteket ülteni, majd abba barátom létszi, már először is unalmas volt. Szóval, ja, nézzük csak, hogy hány felvételt hagytunk ki. Vagy itt csak azokat látom, amiket ténylegesen felvettem, amik pedig kimaradtak, azokat nem? Hát jó. Hát jó. Pedig jó pár feljegyzést kihagytam sajnos, jó pár felvétel meg feljegyzés sajnos elkerülte a figyelmünket. De hát ez volt az Outlast 2 csodálatos játéka. Kedves lányok, kedves srácok. Nos, mit is mondjak, nagyon vegyes érzelmeim vannak erről az istenverte játékról. Nagyon-nagyon vegyesek. Az a engem a legjobban, hogy nincsen elvarva a játéknak a vége, szóval nem derül ki a számunkra, hogy az a csecsemő most tényleg ott volt-e, vagy sem, mert Lynn azt mondja, hogy nincs ott semmi. Habár lehet, hogy ő is halucinált, hiszen ő is 80 napig el volt veszve, és valamilyen úton mondom, biztos az ő elméje is ki volt téve ennek a furcsaságnak. Szóval nem tudom eldönteni, hogy most mi van. Tehát, hogy tényleg született egy gyerkőcünk, vagy csak oda halusztuk, vagy Lynn halusztta azt, hogy nincsen gyerek. Már az atya is látta, hogy van gyerek, szóval. Nem tudom. Tessék? Ja, mert kell a ki a faszom az én gyerekem DLC, és én vagyok az apád DLC, értem. Jó, hát nem voltam úgy rossz játék az Outlast 2, de megmondom nektek az őszintét, én már kicsikét unom azokat a félfajta játékokat, ahol csak menekülni tudunk az ellenfelek elől, és semmilyen úton, módon nem tudjuk magunkat megvédeni, csak az, hogy rohangálunk és menekülünk. Bár itt azért, ebben a játékban azért Blake valamilyen szinten megvédte magát, tehát mikor megragadtak minket az ellenfelek, és jött a gombnyomás a prompt, hogy oké, akkor most nyomd meg az A gombot, vagy rángass az egeret, mint én bolond, akkor le tudod magadról rúgni az ellenfeledet. Az azért jó volt, az azért tetszett. Csak hát na. Azért na. Az azért na. Egy kicsit meg kell emésztenem ezt a játékot most, tehát a fejlesztők nagyon-nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon apait, anyait beleadtak abba, hogy a lehető legtöbb vér, belek, pisi, kaki, betegség, hányás, edd meg a vért, mert az jó, utána megeszünk téged, mert az nekünk jó. Összes ilyen vallás, összes ilyen undormány belevitték a dologba, amit csak tudtak. És hát nem mondom, néha azért forgott a hasam rendesen, miközben játszottunk. De akkor is ilyen A játék vége ilyen nem? Ilyen Olyan. Igen, az igazság az, hogy én ugyanezt gondolom, mint Alexa, hogy a játékfejlesztők az undorítóság faktort így kimaxolták szépen, és utána az így a többi az így le van szarva, tehát ilyen furi. Hát úgy jönnek itt az üzenetek. Na nézzük csak. Menjünk fel ennek a csodálatos férfiúnak a csatornájára. Te vagy az Attila? Te vagy az bizony. No! Akkor van ez a Reval Lord nevű drága jó fiatalember. Ő volt olyan kedves, hogy ezeket a Lothar feljegyzéseket, amiket a látomásunk alatt készítettünk, ugye felvételeket, amiket a játékban csak is kizárólag visszafele lehet hallani, nem értjük rendesen, azokat ő szépen megcsinálta, ilyen rendesen felirattal mindennel, szóval nézzük csak, mivel tiszteljük meg a munkáját, nézzük csak, hogy mit hozott össze nekünk.
bla 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 bla. Igen, mert visszafele kell lejátszanunk az iskolában felvett felvételeket. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Na nézzük csak. Drága Uram, édes Jézus, bocsáss meg bűneimet és fogadd el hálámat. Köszönet, Uram, a gyermek meggyilkolásáért. És ez Blake hangja. Oké, jöjjön a következő. Ugye az előző a Suicide Note volt, az a következő a felakasztott Jessica. Távol tartod a kísértést a hústól, ami a tied volt. Képtelen voltam ellenállni. Akasztófajáték. Gyenge vagyok, te nekem erős vagy. Milyen nagy lelkű. Hű, ezek az ékezetes betűk. Életet adtál nekem, tehetséget adtál nekem. Gyenge vagyok, fenekem erős. Lacika, lacika, lacika. Na, a zene ajándéka és a matematikái és a szerelemé. Ezek a múló pillanatok sebb helyekké válnak, amely zene és matematika ugyanazon dologgá válik. Zene és matematika. Iron Maiden és koszinusz függvény. Ugyanazon a dologgá válik. Hát jó. Jó, kelések. Hagytad, hogy megosszam ajándékaimat a gyermekekkel. Ki elviseli a nagyobb tehetségeket és dicsőségé válik, és hagyja, hogy játszanak a LEGO figuráival. Engedd, hogy megosztom a felnőtt kor útját. Ezt a pillanatot, amikor a gyermek megtanulja ezeket a dolgokat, szinte mindenki tudja, de nem beszél róla. Olyan érett volt a lehetőséggel, rugalmas, mosolygós, kacérkodós. Sosem tudott a hatalmáról, ami volt. Ja, Jessica volt a szexuális ragadozó. Most
Megölted, láttad, mi volt ő. A vállaira támaszkodott annyira, mint és a sajátaimra. Oké. Elvetted őt, és én nem tudtam. Annyira, mint és a sajátjaimra. Na, úgy látom, hogy innen lemaradt a magyar felirat. Ah, nem, itt van. Megölted őt, de én sosem mondhattam ezt egy léleknek sem. Megtartottam a titkodat, a mi titkunkat. Köszönöm, köszönöm. Sosem mondtad egy léleknek sem. Le kell nyelned az öngyilkosság bánatát, és vigyáznod kell a többiekre a gyilkosságának tragédiája után. Bocsánat, de ide kellett írnom, mert túl hosszú volt a szöveg. Ez benne volt a felvételben? I'm sorry, I had to write it down here, because it was too long. Jó van. Hát, Revallord, köszönjük szépen a munkádat. Ez valóban értékes információ. Nem kell ezen utólag foglalkoznom még. Köszönöm szépen. Semmi gond, semmi gond. Teljesen jó volt ez így. Szuper csubi, a szöveg is too long. Tudjátok mi too long még? Ez az élőadás. Ez az élőadás. Mely mióta? Á, már több mint 5 órája nyomjuk. Jaj, kedves lányok, kedves srácok. Hát ez ilyen. Ez egy ilyen jó játék volt. Igen, még mindig Sylvanas a háttérképtek, kedves Dark Zero, és még mindig 27 éves vagyok. Ja, most már ez se vicces. Egy ilyen játék után most már ez se vicces. Nem, a Resident Evil Zero már nem fér benne, mert az a másik számítógépen van, nem itt. Szóval nem. Ezen a játék után az embernek ki kell pihennie magát. Szellemileg mindenképpen. Csubi, a következő az a Resident Evil Zero-nak a vége lesz, aztán utána pedig valami más. Penumbra talán. Vagy valami más? Valami más. It's alive. Cita túl messze van a life-hoz. Church, gyere! Itt van az ajtóban, Churchill. Cita live! Church. Ó, lesz cita live! Itt van cita live. Tessék itt, mi antikrisztusunk, mert olyanokat kakál, hogy az meghágja a világot, ugye? Jó van, leraklak. Tessék volt, Cica live, jaj, kutya live is lesz. Jön kutya live. Kugi pedig vegyem őt át, hogy mit csináljak vele. Oké, gyere, Keri, gyere. Átvettelek. Jézusom, de nehéz vagy. Na, ő pedig Keri. Korgi live is van most már. Oké, jól tartalak, rendben vagy, így oké. Most már van Korgi live is. És Korgi pedig megmenti majd a világot, mert a kutya szeret kaki tenni. És ő megmenti a világot, amit Churchill meg akar hágni. Bejött egy molylepke. Úristen, kapd el gyorsan, vagy hesegess ki, úgyis jó. Eltűnt? Hogy? És hová lett?
Elkapta? Tényleg elkapta? Komolyan? Biztos nem ette meg, csak elkapja. Szegények. Nem, de ennek mindjárt utána nézzünk ki azzal a moly lepkével, mi lett. Nem szeretem, hogyha ezek befészkelnek ide. Hű, azt a mindenit. Hű, azt a mindenit. Moly lepke live, igen. Az biztos. Nos, kedves nagyok, kedves srácok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott. Ezen a bolondos végigjátszás alatt. Kedves lányok, kedves srácok, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottatok, köszönöm szépen a támogatásodokat, aki támogatta a mi kis csatornánkat, hogy még minél jobbra tudjon nőni. Nos, nem is tudom, mit mondjak, mert az a játék annyira leszívta az anyamat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem jól szórakoztatok. Hamarosan jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra, jók legyetek, és ahogy mondtam, hamarosan találkozunk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, szervusztok, jó éjszakát nektek!